Na folytassuk, 8. rész, hogy telt a napotok. Mondjuk úgy, hogy meg vagyok egy picikét passzol ezzel, hogy egy régi motorral kell küzdenem. Most hadd számoljak egy kicsit, tehát 25 000 kell nekem. Tehát most van 11 800-om. Ez még rendben is volna, de nekem most úgy kell számolnom, hogy hogyan jön össze a 25 000. Tehát 11 800. Megnyerem ezt, az 14 800. Az már kész, az is kész. Az is kész. Tehát 14 800. Akkor kell még nekem 10 200, amit háromszor kéne nyernem a utolsó kategóriában. Oké, hogyha egy 156-os harmadik kategóriás motorral kell megnyernem az ötöst, akkor jó. Felvételen kívül sikerült. Amúgy itt azt mondta volna Mad Dog, hogy a koponyák az ő tankján az olyan, mint a puskának a, nem tudom, azt hiszem a ravasz, valami ilyesmi, nem emlékszem már rá pontosan. Mindegy, nem is ez a lényeg. Nos, tényleg az a helyzet, hogy ezzel a motorral kell az ötös kategóriában is nyernem. És ezt meg lehet csinálni. Mondom, tegnap felvételen kívül kipróbáltam, hogy meg vagyok-e baszva vagy sem. Nem vagyok. Ezzel meg lehet csinálni, de így legalább olyan hatalmasnak kihívás lesz az, hogy tényleg megnyerni a versenyt egy olyan motorral. Igen, de az mondjuk nem az volt a szándékom, hogy kiüssem őt, mindegy, szóval érdekes lesz, és közben mindjárt el fogok feküdni, hogyha még egyszer belém üt valamelyik. Érdekes lesz, ezt garantálom, és valószínűleg nem fogok frameskipelni, mert az volt a 7. részben bekövetkezett bukásoknak az oka. Na mindegy. Elüti? Elüti. Yeah. Nos, tehát akkor 11 800 pénz, 13 200 kell. Ó! Eléggé egy mázista volt, hogy így klank el tudtam csapni tőle. Néhányan írtátok, hogy az a baja ennek a játéknak, hogy ez monoton. Ebben, kérem szépen, van nem is kevés igazságtartalom. Hiszen tényleg monoton a játék, mert nem nagyon érződik úgy, hogy gyorsan haladnak az események. Nincs meg az a sebességérzet. Én legalábbis így gondolom. Közben már harmadik vagyok. De ez nem jelent semmit, hogy hú, 3 mérföld alatt utolérjem a mezőnyt. Na, elmondom nektek. Tehát felvételen kívül az első motorost, aki chip lesz majd az utolsó veterán, úgymond gengben, 12 mérföld után értem utol hibátlan vezetéssel. Ez is hagyom, hogy ezt meg tudjátok emészteni. 12 mérföld. Egy 15 mérföldes versenyben hibátlan vezetéssel. Azért ez nem egy egyszerű feladat, hogy menj végig a verseny háromnegyedén úgy, hogy ne üssön el egy autó, ne menj neki egy fának, vagy bármilyen tereptárnyak a pályaszélén, ami általában kettő szokott lenni kétfajta, ne kapcsoljon le a rendőr, ne üssenek le a motorodról, így menj végig 12 mérföldet. Meg lehet csinálni, elismerem, viszont ez nem könnyű. Jó, mondjuk ezzel a motorral egyszerű, mert nem 180 a dupla autó, tehát nem 180 a végsebesség, hanem csak 156. Ergo, lassabb vagy, lassabban veszed a kanyarokat, könnyebben tudsz reagálni a kanyarokra, autókra, bukkanókra, rendőrre, mi egyéb. Úgyhogy megvan ennek is a pozitívuma. Igaz, jobb vezetést igényel. És azért nem frameskipelek, mert ugye 6 verseny van vissza, hogyha teoretikusan tökéletesen végigmegyek minden 6-on. És látjátok, ahogy nem frameskippelek, egyből már is jobban megy. És tudod, hogy az az, hogy elszólom, és megint elbaszom. Ugye most nem egy... Jó van, jobb kanyar jön, akkor belső ív, behúzzuk, jön egy balos, gondolom, így van. Ez egy viszonylag egyszerű. Legalábbis addig, amíg el nem baszom. És pont ez a leghosszabb verseny, tehát 12,7 mérföld.
Amúgy megkérdeztetnétek, hogy miért nem használtam Safe State-et, amikor elbasztom azt, hogy régi motort vásároltam, stb. Mondtam már, hogy a BGB egyszerűen szétvágja a felvételeket, amikor visszatöltök egy elmentett állást. És én ezt nem szeretném, mert akkor ilyen 8-9-10x képkockó kimarad akkor, amikor visszatöltöm. Meg egy kihívás. Jó, mondjuk jelen pillanatban ezen látszik, hogy ez kihívás, mert hát bucira verem a mezőnyt. De jó, oké. Tessék, remélem boldog vagy. Még így is 5 mérföldet kell nyomni. Mondjuk, hogyha középre állok, akkor általában nem tud eltállni egy autó sem. Se a bal oldalról jövő, se a jobb oldalról jövő. Így. Be is bizonyítottam. Végre, kooperatív a játék. Na, hogyan kell még egy picit balra? Úgy. Nem tudsz pontosan a csíkon menni, hanem csak egy picikét jobbra tőle. Jól látom, egy pixellel jobbra tőle. Szerintem az M2 az egy volt. Mindegy, miért erről beszélek. Nem toptan azért, mert túlságosan elszóltam. Kész. Fuck. Írd ki, gyerünk! Komolyan mondom, ilyen nincs. Tehát most a 11 ezrem, gyerek az 14 ezer, gyerek háromszor az 11.100, így még éppen hogy megveszek. Könyörgöm, miért? Ó, hát ez elég egy goddamit. Igen, most pedig úgy állok hozzá, hogy lesz, ami lesz. Most már ilyen bánzáj szorok mindenre mentalitással próbálok végigmenni. Amúgy ez egy tip, hogyha ugye két sávon jönnek csak az autók, hát jó, nem levegőben, meg stb. Hogyha azt csinálod, hogy egyből átmész arra a sávra, ahol az előbb elment egy autó, akkor nagyobb esélyed van arra, hogy nem fog elütni. Mert először a másik sávon fog jönni. Kivéve egyszerűen jön a kettő. Tudsz kötteni. Na, és azt fogom csinálni, hogy ilyen középmezőnybeli motorost talpon hagyok. Mert ők lassabbak, őket könnyebben utol lehet érni bármiféle baki esetén. És my motorbike is not better than yours. És ez feletté igaz lesz az utolsó csoportban. Na, csoda, hogy elbukott egy pilóta rajtam kívül. Megszokott testi, de ez egész ritka. De tényleg. Látjátok, megint az van, hogy elszóltam. Mert egész jól megy, elbaszom. Szarul megy, ugye föl kell bejön tévézni, kapásból megnyerem a versenyt. What is this shit? Holy dumb fuck! What is this shit? Ezt a kanyart bezzeg így be tudom venni. Na jó, érjük utol? Nem fogok neki menni semminek, mert túlságosan kívül van. Na, ott volt megint egy fölösleges ütés, én meg valamit, hogy megsebződtem valahogy. Na jó. Középre állunk. Úgy. És nem is csúsztam ki annyira. Mondjuk elütött volna, ha jön szembe egy autó. Jó, oké. Okay. Hát 8,5 mérföldet kéne még így vennem az élen. Azt kéne csinálnom, hogy direkt lelassítok és hagyom, hogy mindenki elmenjen, mert akkor nem lesz az, hogy elbambulok, nem üt el egy autó, nem frameskippenek, nem kapcsol a rendőr, és minden egyéb. Még egy kicsit balra. Úgy. Akkor olyan... Már nincs messze a játék vége. Erre meg... ez!
Jó, most nem játszál, hogy pont akkor jön egy autó. Jól van. Hát nem Gyula. Na. Mindjárt fél távnál vagyunk. Ahahahaha, azt hiszed mi? Na még egyszer. Jaj, nincs ugrató? Az nem fog elütni. Nekem tűnik úgy, hogy annak az autónak mintha nincsen sofőrje, vagy csak túl gyorsan közlekedik hozzám képest. Szembe jövet. És megnézzük. Nem úgy tűnt, mint hogy csak két ülést láttam volna. Jó, oké. Ott valami látszódott viszont. Ja, makes perfect sense. Logic. Na jó, azt kikerüljük. Úgy van. Na mindjárt jön megint ez a... az az autós rész. Itt most direkt nem frameskippek. Nem fog ilyen még egyszer bekövetkezni. Na, gyerünk! Hol az a rendőr? Arra várok. Ha-ha-ha, kis lassítás, és már is nem ütöm el magamat. Hol az a rendőr? Úgyis mindjárt jön. Nem. Á, itt jön. Jó, akkor most ide állunk szembe. Belső ív. Igen, lehagyom. De még mindig távolságban van. Így. Most már csak három mérföld. Könyörgöm, minden már csak nem baszom el. Most fog jönni egy autó szembe? Nem. Jó. Áhahahaha, azt hittem mi. Hát majdnem azt hittem, hogy neki fogok menni, de nem sikerült. De közben megpróbálok direkt neki menni egy autónak. Igen, direkt. Két mérföld. Na, most két mérföld. Pont a belsőben jön, oké. Ez az! Ez az! Na. És még így is az élem vagyok. Legalább megvolt az a... káosz tantra, vagy mantra, hogy... aminek egyszer el kell baszódnia, az el is baszódik. Negatív mentalitás? Who gives a dead Moses? Ah, shit! Kit érdekel tényleg? Mi nem fog szembe jön. Nem dőlök be ennek a hülye trükknek. Na, azért mondom. 2,2, akkor még 3, 4 tized. Minden tovább. Ennyi. Na, akkor most megnézzük még egyszer, menjünk biztosra. Tehát van 14 ezerem. 3700-at ad egy első hely. Tehát 11100 meg 14000, az 25100. Akkor a következő versenyt, amikor megszerzem azt a motort, meg kell csinálnom, vagy különben game over. Jó. És mondja Natasa, most már a veterán motorosok ellen vagyunk. Sír. Jó. Itt toltam egy elmentést. És kezdjük a leghosszabb versennyel. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy élvezd, amit csinálsz. Én élvezek fájdalmat okozni. Mondja ezt Helldog, akit direkt úgy nevezek. És most figyeljétek meg, hogy mi fog itt történni. Kapásból lerajtól, kedves Búcs, aki eddig középmezőnybeli volt, most már tök utolsó. És figyeljétek, hogy meglép még ő is. Na gyerekek, ez az utolsó kategória. Itt már nem lehet szarozni. Itt, ha nem megy jól, akkor you gonna get fucked. Itt én angol kifejezéssel érjek. Szárazon megbasz a Code Monkeys által portolt Game Boy-os Road Rash.
az nem szembe jön. Jó, képig lehet látni ezt, hogy a The Wait totál könnyen utolérje őket. Igen, majd meglátjuk, amikor már a hetedik helyen megyek, hogy nem lesznek ennyire közel egymáshoz. Ezt így előre leszögezem nektek, hogy... Ó, köszönöm. Tehát előre leszögezem nektek, hogy ez nem így lesz. Ó, Rolli-Polli-Olli. Gyere ide. Úgy. Itt is van még pár újonc, azért már nem annyi. Pedig egy motoros sem láttam, aki így a telejó velünk. Itt van az első kedves Viper úr. Vagy... Hát mondom, hogy hímnem őt ilyen névvel, nem hiszem, hogy... Hát tök mindegy. És itt van a nőnemű rendőr. Connor. Connor járőr. Ó, az ott egy dupla autó volt. És nem megyek neki. Nem megyek neki. Jó. Ez kell, vagy különben... Szerintem... És soha nem tudná utalérni az elsőket. És itt pedig kell az. Azt hiszem, most basszom el. Hát nem tudom, 12 mérföld alatt talán utolat tudom még érni őket, de... Nem tudom, majd meglátjuk. Lesz, ami lesz, alapon kell versenyezni. Persze frameskip nélkül. Valószínűleg itt az volt a baj, hogy túl korán nem nyomtam rá a gombra. Úgyhogy késő nyomtam rá, és akkor bang, eldőltem a legvégén. Óvatosan, 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 úgy. Őket még utol lehet érni, mert ők ugye... Futottak még kategória. Na, jó, tizedik hely lett, erre még semmire nem megyek. Első háromba kéne végezem, hogy több pénzt kapjak. Ami meg nem könnyű. Akkor számoljunk, tehát még van 11,8 tized mérföld. 11,8 tized mérföld. Hát... Nem tudom. Talán sikerülhet még megnyerni. Koncentrálni kell itt erősen. Rendőr, bal kanyar, jobb kanyar, beállunk középre. Úgy. Viper-t elkerüljük, nehogy... Elkezdeni engem püfölni. Úgy, átállunk ide. Szemben ne jöjjön egy kocsi. Kép kocsi. Ott van a hatodik, azt hiszem az Ikaira. Vagy Ikira, azt hiszem Ikaira még mindig. Itt tényleg lehet látni azt, hogy... Nincsen az, hogy... Egyszerre 5-6 motoros van a képernyőn, nem olyan gyors, hogy hozzájuk képest. A lófaszt. Itt már a motorod belét ki kell hajtani ahhoz, hogy utolérd őket. Főleg, hogyha így handicappeled magadat. Én nem direkt csináltam ezt, most pedig megtehettem volna. Na gyere ide, gyere, ki kell ütni. Így. Megtehettem volna, de nem. Itt vagyunk 6 mérföldnél, és most vagyok 6. Hát hogyha másfél mérfölddel számolok, hogy annyi kell, míg utolérek egy motorost, akkor az 5x1,5 tized, az 7,5. Hát ha nem baszom el még egyszer, akkor még meg tudom nyerni. Azért mondok másfelet, mert így átlagot számítva. Van, akinél 2 kell talán, vagy kicsit több is. És akkor most van a... Chip, Natasha, Mad Dog, Sergio 4-es. Szempont ilyen sorrendben vannak. Nem is annyira lényeges az. Ez szopatos lett volna. 7,3. Hát igen. Közben nagyon viszket az orrom valamiért, nem tudom miért. De ezzel is kell foglalkoznom közben. Minek kanyar közben jöjjön rám megint, akkor az fájdalmas lesz. Ha kiegyenesedik kanyarban, és akkor attól sérülök. Nice. 8 mérföld. Úristen. Ennyire lassan érem utol. Egyik csoda, hogy utol érem. Megpróbáltam viccen kívül egy 120-as az alapmotorral 15-ös kategóriát.
még az utolsót sem tudtam utolérni. Kedves Butchot sem. Na azért, az elég szomorú, de még ez jogos is. 7 mérföld és 3 motoros. Talán még meg lehet. Fuck! Ajaj. Ezt szerintem itt temethetem a dobogós reményeimet is. Ez így nehéz. Mondjuk ezzel is tudok pénzt gyűjteni, hogyha visszajövök harmadiknak. De nem lesz egyszerű. God damn it! Ah. 5,6, 5,5. Szemöldök felvonás, kérdés magamban. Negyedik. Mi lett volna, nem handicappelem magamat? Legalább Natasát utól kéne élni, mert az 1500 cash. Ez több, mint a 800. Ennyire meglépett? Vagy ennyire sokat szállít az, hogy lassú motorral elbasszam? Úristen, mindig Viper téli, aki közelebb hozzám. Jézusom! Azt... Hát én nem is tudom Natasát utolérni így. Úristen! Ennyi kellett, hogy... Hát ez azért kicsikét komoly. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy megveszem mégiscsak a 18.000-es motort. Azért ezzel szenvedés lesz, hogyha újra kell próbálni. Hát nem tudom. Utat tudom még így érni. Még most itt eszembe, hogy megint ilyen hasonlat jön a Mega Drive-os porttal, hogy itt a dombok, illetve a lejtőknek a fizikája nincsen annyira jól megcsinálva. Most arra gondolok, hogy ha jössz le egy... lejtőn, akkor nem gyorsul fel a motorod végsebességnél nagyobb értékre, illetve emelkedőn sem lassulsz le. És szerintem negyedik hely, mert ez nem vicc, hogy 3 mérföld már legalább, amióta negyedik vagyok, és én mindig Úristen megjelent végre. És This must be my lucky day. Na, harmadik hely. Nem így terveztem, de el kell fogadni. Jó, most ha kírja meg dolgot, de szerintem őt már soha nem fogunk utolérni így. De ez kész csoda. Aztán elbaszol és hoppá, már is negyedik. Ne! Kurva életbe! Why you must punish me? Jó, imádom a 7-es számot, de fuck! Jó, ezért nem bízok magamban, ezért nincs önbizalmam, ezért szarok az egészre. Egyszer elszom és akkor kész, direkt beborultam a célba. 500-ot kaptam. Akkor megyünk megint ezen, leszorom, mert úgyis tovább kell menni.